Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Statis Factory folytatása. Elkészültünk a kockagyárunkhoz szükséges acél olvasztó komplexummal, 270 vas és szén, 270 acél tömbé alakul és végig kígyózik ott a távolba látható létesítményhez, amit mindjárt megközelítünk a csőhálózaton. No, hát egy kisebb gyár díszítményt kapott a létesítményünk, mert így mégiscsak szebben néz ki. Belülről így néz ki, a felső szintre megy ugye majd az acél, feldolgozunk, aztán valahol behozzuk föntről valószínűleg egy függőleges lifttel a másik két cumót. De kapott egy szép külső elemet, fali csatornán keresztül érkezik a csőhálózat, ami egészen a szomszédig megy. Az átjárók kaptak keretet. Sajnos a függőleges agy a feljáró rampákra nem tudom rakni, mert csak vízszintesen kívánja kirakni. Hát itt a tetőn még nincs fal, itt még életveszélyes a közlekedés. Látható, elég érdekes és nagy léptékű a gyárunk. Itt van egy föl, illetve lejáró kis kinézővel, kilátóval. A rampához szintén tartozik ajtó, mondjuk ez nem annyira bejárható területre érkezik. Itt is le tudunk huppanni. Mondjuk ide nem ártana egy kerítés még, de minden nem lehet meg. Nagyjából mindenütt fölemeltük a cuccokat a viszonylag szabad közlekedéshez. Így néz ki a másik vége, itt a bejárat, kis lejárat a létesítményhez, illetve itt maradt a korábbi, hát igencsak rusnya létesítményünk. Idővel majd valószínűleg megszűnik. No. Hol tudok följutni legegyszerűbben itt szemközt? Mi kell? Mert azért mégiscsak 30 acélcső és 10 dobozolt acéllemez. Vagy acéltömb, vagy hogy nevezzük. Gerenda. Ugye körülbelül itt lesz a két lejárat. Ezt akár ki is rakhatjuk most. Hát. Ide kell őket majd bevezetnünk. Sőt, ha egyel nagyobbra húzom, a magasságot. Akkor kirakhatom a falakat. És akkor itt nem fogunk leesni ebbe a gödörbe. Mert ez azért tényleg veszélyes. És még mindig kényelmesen ellátható, elérhető a cumó. És töltés. Oké. Ez csak a bevezető elemhez.
Igazából lentről valószínűleg jobban tudom ezt kezelni. Hogy fölhozzuk. És annyira ideális, hogy abban a magasságban van, tehát még csak nem is kellett piszkálni. Helyes. Na. Tehát egy enyhe kanyar van benne, nem hajszál pontosan, ugyanoda érkezik, de hát ez a legkisebb probléma legyen. No, és akkor kell, de mennyi? Mára, mostanra már elfelejtettem, hogy mennyi. 30 cső, meg 10 bogyó. A cső az egyszerű. Az nagyon-nagyon egyszerű. Ahhoz gyakorlatilag egy egyszerű konstruktorból kell néhány darab. Annyira, hogy az valószínűleg egyszerűen itt kidobjuk, minden egyéb trükk nélkül. 30-ból 20-at csinál. Ahogy nincs elég. Jó, akkor szerjezzünk. Akkor szerezzünk egy adag lemezt. Vagy sokat. És hát nem is tudom, melyikkel járok jobban. De így talán a legegyszerűbb. Oké. Hát de, ez teljesen jó. Nem lesz gyönyörű, de hát ez van. Egyébként így lesz szép, így oldjuk meg. Azt, hogy normálisan nézzen ki, hogy itt iktatjuk közze, itt egyesítjük. Remek. És akkor cső, meg cső. Hol hozzunk fel áramot? Az egy jó kérdés. Erre van itt egy alkalmas áramforrásom. Annak van árama. Nem feltétlenül ideális, de... Na, csak kirakta. Csak éppen töltött. Vagy mentett.
Oké. És akkor már tényleg csak be kéne kötni. Kell egy elosztó. Nem? Elosztóról volt szó. Ennyi kell a kettőnek együtt? 30-30. Akkor ez teljesen jó, egy normál. Meneten. Remélem el tud jönni egy menetbe. És akkor nincs probléma. Hát kétségei vannak. Ezen a távon biztosan nem fog tudni lejönni. Ezen a távon biztosan nem tud lejönni. Na és akkor most elfér a splitter. Ki tudtunk úszni alóla, de ippek hogy. Ippek hogy. És akkor ezt a kilógó csücsköt meg begyűjtjük. Azt meg kukázzuk annak érdekében, hogy ne legyen belőle gond. És igazából akkor az első szakasz meg is van. De mondjuk nem ez volt a kihívás. Hanem a... Hogy hívják? Az egyesített betonelem. A betongerenda. 10 darab kell összesen. Az se egy hatalmas tétel, de... Az már azért húzósabb. De mondjuk az egész felső szintet nem fogjuk használni. És valószínűleg a összes acélt sem. No, kell néhány eszemble. Nem tudom mennyi. 6-ot járt, meg másik 6-ot. És akkor az a 10-re elég. Sőt, az arra is elég, hogy itt akkor legyen egy tároló. Ami azért kimondottan hasznos. Mi kell nekem? Ha csak úgy van egy... Tároló. Oké. Nem mondod, hogy ezt pont elibe találtuk. Pedig de. Még mindig nem. Ebben a formában lesz megoldva. Ha nem, ide berakjuk a... De nem az ilyen jellegű mergert.
Oké, most ki tudjuk rakni, nem hiszem. Jó. És egy splitter. Nem túl szép, de... De így néz ki. Jó, és akkor a táblákat, vagy mi az a gerendákat megszüntetjük. És akkor majdnem szabadon lehet alatta futkározni. Érdekes, hogy nem egy magasságban vannak. E fölött, ez alatt simán átfutok, ez alatt nem. Kellemetlen. Na mindegy. Jó. És akkor oda megy egy adag, nem sok. Még az a baj, a nagyobb rész megy oda, már pedig igazából elsősorban oda kéne mennie. Nem fele-fele arányban kéne. Mondjuk egy trükköt meg lehet ejteni. Nem szép, de meg lehet ejteni. Hogy akkor három felé osztjuk, és ebből kettő adag arra felé megy. Ugye 12 gyárt, úgyhogy 9 megy egyenesen a 10-ből, ami kell. Ami még mindig nem tökéletes, de már sokkal jobban állunk. Viszont ehhez kell 24 kétszer. Kétszer 24 acél gerenda, meg kétszer 30 beton. Oké, mennyi konstruktorból lesz meg az a... No, még egy. 60-ból csinál 15-öt. Kétszer 24 az 48, az picit több, mint... ...45, tehát 16-ot kéne gyártani. Nem, azt nem tudom általában... be kell rakni. És akkor beállítja a százalékot hozzá. Remek. Viszont akkor már majd lehet menni csigát vadászni. És akkor pont annyi készül, amennyi kell nekem. Így jó. Háromban. És az azért összesen 180 fölötti acélt elemészt. Az azért a nagyobb részét megeszi. Jó, 16,5 az nem izgat, az a hatalmas precíz vonulat. Az nem tudom mennyit emészt el, de elég sokat. Innen tudjuk. No, hát akkor húzzuk ki a... vonalat, és jöhetnek az elosztók.
kissé szűkösen lesznek a helyek. De azért alapvetően befér. Próbáljunk minél közelebb kerülni a merülegeshez. Picit több mint 60 kell, úgyhogy nem fogok cifrázni, van már 3-as leosztunk. Oké. Okay. 64-et emésztel, hát annyi legyen, annyi. 48 az elég a kicsiből. Oké. Nagyjából stimmel. Erre nem kell, arra nem kell, igazából ez se kell, de az még mellékes. És akkor már is érkeznek a acélgerendák. Még egy-egy elosztó. Remek. És ezt a nyúlfarkat akkor meg lehet enni. No, viszont kell nekem beton. 60 beton. Na, mihez először kell egy betonforrás. Ott van egy betonforrás. Úgyhogy nincs olyan messze, nincs olyan nagy kihívási távba, de azért be kell, és jó lenne nem beleütközni valamibe. Jó, gondolom nincsem. Ja, nincs bánya forrásom. Akkor egy workshop. És építsünk két ilyen bogyót, pont két helyünk van. Mintha kiszámoltam volna, pedig nem. Pedig sajnos ennyire nem készülünk fel előre. Ez 240, hát azt nem hiszem, hogy akkor boostolnom kellene. Úgy érzem, az bőven elég. Viszont ahhoz akkor egyértelműen egy ilyen. Szallagra van szükség. Nem mondod, hogy nem ér át? Na mindegy, nem ért át. Jó, és aztán meg már csak bekötjük valahonnan. Onnan már csak elér ide. Valahol a tetőre.
Persze a nagy részében útban van a vas. Annyira nem. Annyira nincs útba, azt még nem tudom hol dolgozzuk föl. Olyan szempontból kicsit útba van. Igazából valahol itt kéne behúzni. Jó. Ez nagy sebességű. Bár nem biztos, hogy az a 240 az szükséges, de inkább több legyen, mint kevesebb. Ez azt hiszem egyértelmű. Oké. Na, ott a bányáról majd kényelmesen tudom látni, hogy mit csinálok, és hogyan. Vagy legalábbis kényelmesebben, mint egyébként. Azt hiszem. No, vannak ilyen falikarok. Na, hogy lesz ebből nekem jó? Sehogy. Majdnem. Ha nem, ugranék fölé mellé mindig, akkor jobban állnánk. 6-os, 6-os. Jó. Jó. No. És egyúttal a hatalmas egybe fal az szépen meg lett törve. Ilyen-olyan, amolyan liftekkel, falakkal, szallagokkal. Egész pofás kinézete van, azt hiszem. No. Kezd egész szépen kinézni ez az fal, a túlfele az még viszonylag, mondjuk itt meg a feljáró, meg a Hypertube csövünk bontotta meg egy kicsit az oldalát, az is segít. Remek! No. És akkor mibe kerül két ilyen konstruktorban a betongyártás? Azt hiszem itt készül. 45, az a 240 az nem is olyan sok, mert kétszer 15 kell. Oké. Kérdés, hogy itt befér-e egy konstruktor.
Befér, helyes. Kifagytunk bogyóból. Ugye ezt még nem tudom, hogy hozzuk le, hát erősen le kell vinnünk az ügyet. Mert akkor ez így gyakorlatilag egy vízszintes manőver. Remek. No. Kell akkor lemez, meg kábel. Meglepő módon kábelből kifagytunk. Azt nem gondoltam volna, hogy az fogyó eszköz lehet. Ennyire. De úgy alakult. És akkor hát igazából ezt meg tele. Ezt meg mehet tele. És elég nagyot ugrunk, akkor szépen át tudunk jutni. Helyes. No. Egy. Kettő. Három. Mindegyik betont gyárt. Hát az elsőt azt könnyű, mert az csak egy... Ott csak egy mergerre van szükség. Remek. Jó. És úgy érzem, még mindig szoros lesz. Hogy befér-e az elosztó. Hát befér. Nem gazdagon, nem kényelmesen, de befér. Remek. És nagyjából megvagyunk akkor a gyártással. Fejenként egy kicsi kell, úgyhogy az nem olyan vészes. Ez megint mintha terveztük volna ezt a távot. Oké. És akkor készül a beton. Azok is készek, már csak a betont várják. Hát 30-at kell eljutatni a hálózatnak, úgyhogy az lesz szíves megoldani. Nyilván előre. Lehetünk jó fejek és egy 100-as bedobunk. Mondván ennyi van. És hát mint látható egyébként a menet közben beraktuk az összes elemet.
és lassan elkészül ez is. Hát ez az egész manőver erről szólt, hogy percenként kettő nagyobbik kockát gyártsunk. És hát körülbelül ennyi, ennek a duplája kéne ahhoz, hogy megnöveljük még egyszer. Amit nem nagyon, nem egyszerű mutatvány. Ugye gyakran még egy ilyen betonforrás, még egy ilyen teljes acélöntőde, mint ami ott van. Plusz gyakorlatilag két vas, pluszban az alsó szakasz kialakításához. Hát nem egy hamar lesz meg, inkább azt mondanám, hogy nem, nem lesz meg. De nem is nagyon kell. No, közben betöltöttük egyébként az előző alkalommal a következő kis csomagot. Úgyhogy azt még elindítjuk. Mint újdonság, megnézzük, hogy mit tudunk utána alkotni. Milestone reached. Fluids can now be packaged to allow for transportation via vehicle and conveyor belts. Additionally, highly improved biofuel can now be produced. Wow! Új bioüzemanyag, mert pont erre volt szükségem. Mit kaptunk? Mondjuk a tároló nem rossz, a még nagyobb olajtároló. Oké, tudunk dobozt gyártani, gondolom ahhoz mi anyag kell, és akkor be lehet dobozolni. Mind az olajat, mind az egyéb cumókat. Hát, ja. Gázmaszkhoz kéne szövet, az egyenre nincs. Ez meg kell majd a vasút. Számítógép. No. A következő szakasz az valószínűleg, ahogy hívják, lesz. Az kén, ha találunk valahol. A robbanószerhez, meg a lőszerhez, meg a hasonlókhoz. Inkább csak kényelmi. 1000 méter, meg 1000 méter. Jaj, de jó. És akkor kvarc. Az meg a radar és egyéb csodákhoz. ...900 meg 1700, remek. Abba az irányba van 1000-re kén meg kvarc. Azt lehet, hogy meglátogatjuk majd legközelebb. És akkor azt hiszem ez lesz a... Vannak lábnyomaink. Farnyomot is hagyunk, ahogy siklunk. Csodás. Remek. No, hát valószínűleg ez lesz, hogy akkor a kvarcot és a ként fölkeressük, és megnézzük, hogy abból mit tudunk kihozni. Hogy járunk jól, hogy nem járunk jól. Ha ott dolgozzuk fel, vagy ha visszakígyózunk valahogy. Mára ennyi. Innen folytatjuk.